fizetési kötelezettség a gazdáknak. Idén szeptember 15-ig kell eljuttatni a meghatározott összeget a kárenyhítési alapba a Magyar Állam kincstárhoz. Népszerű a Széchenyi Kártya program, 100 millió forintra emelik a felvehető maximális hitelkeretet valamennyi hiteltípusban. 47 millió forintos támogatás. Új műtőasztalt és műtőlámpát kapott a Józsa András oktatókórház ortopédiai osztálya. Idén szeptember 15-ig kell teljesíteni a befizetéseket a kárenyhítési alapba. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Azok a gazdák, akik nem juttatják el a megadott határidőig a Magyar Államkincstárhoz a számukra meghatározott összeget, nem részesülhetnek majd kárenyhítésben, bármilyen mértékű is a veszteségük. A pénzügyi alap folyamatosan növekedett az elmúlt években, jelenleg mintegy 25 milliárd forintot tartalmaz. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye igazi agrártérségnek számít hazánkban. A kárenyhítési alapból az itt élők is kiveszik a részüket. A 42 ezer gazdálkodónak akkor kell fizetni, ha gyümölcsösök esetében 1 hektár fölötti területtel, zöldségféléknél 5 hektár fölötti területtel, szántóföldeknél pedig 10 hektár fölötti területtel rendelkezik egy gazda. De bármilyen nagyságú területtel önként részt lehet venni a kárenyhítési alapban. Ezt a területi alapot támogatás igénylése után az volt MVA utód fogja a kincstár kiszámolni, mindenkinek személyre szólóan és kiküldi. Ezt az összeget kell szeptember 15-ig úgy eljuttatni a kincstárhoz, hogy ez jóvá is legyen írva, ugyanis ez az egy talán az a dátum, hogy a megadott dátumnak, a jóváírásnak meg kell történni, mert ha ez nem történik meg, akkor nem elég, hogy a postára feladta, vagy az utalványozást megkezdte, ha nem érkezik meg, akkor ez egy olyan, mintha nem is vett volna részt a kárenyítésben. Ezt az összeget akkor is utólag meg kell fizetni, ha ez szeptember 15-e után teszik meg, csak akkor, ha kára keletkezett, akkor ő nem részesülhet kárenyítésben. Így tehát a szeptember 15-e a számlára történő beérkezés dátuma. Ha ezt teljesítik, akkor jogosult a kárenyhítésre a termelő, ha a termőföld a saját használatában van a káresemény bekövetkezésekor, és a mezőgazdasági káresemény napjától számított 15 napon belül bejelentik azt, valamint a kármegállapítószer által igazolásra is kerül. Növénykultúra szinten 30%-ot meghaladó hozamcsökkenés, üzemi szinten pedig a 15%-ot meghaladó bevételkiesés esetén számíthatnak pénzbeli támogatásra a gazdák. Egy évben körülbelül 4,5 milliárdot fizetnek be a gazdálkodók, és ugyanennyit tesz hozzá a kormány. Ez több éve halmozódik, ugyanis hál' Istennek nem következett be olyan mértékű kár, hogy ezt a 9 milliárdot felhasználtukon, ez 25 milliárd körül van a idejében, ami rendelkezésre áll a károk enyhítésére. A termelők eddigi kárbejelentései alapján a 2017-es kárenyhítési évben elsősorban a jégeső, a tavaszi fagy és a téli fagy okozott jelentős károkat a gazdáknak, de folyamatosan növekszik az aszálykára bejelentett terület nagysága is. 100 millió forintra emelik a felvehető maximális hitelkeretet a Széchenyi Kártya program valamennyi hiteltípusában. Az idén 15 éves programot a hazai mikro- és kisvállalati ügyfélkör finanszírozási nehézségeinek megoldására vezették be. Az államilag támogatott kedvezményes feltételrendszerű tárgyi biztosíték nélküli folyószámla hitelből az indulás óta összesen közel 2000 milliárd forint hitelösszeg került kihelyezésre. 15 éves fennállása óta a hazai mikro- és kisvállalkozások összesen 343 ezer hiteligénylést nyújtottak be a Széchenyi Kártya program keretében. Évvégére ez a szám várhatóan eléri a 350 ezret is. A hitelösszeg 16%-át budapesti, 84%-át pedig vidéki vállalkozások igényelték. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 300 banki igénylést regisztráltak idén a január és augusztus közötti időszakban. Ez 2,7 milliárd forintos kihelyezett hitelt jelent. A hatféle különböző hiteltermék közül egyre népszerűbb az Agrár Széchenyi hitelkártya, amelynek a napokban felemelték az igényelhető hitelösszegét 100 millió forintra. Ezt azok a kis- és középvállalkozások igényelhetik, akik megfelelnek a KKV alapfeltételeinek, illetve egyéni vállalkozóként, gazdasági társaságként, őstermelőként, családi gazdálkodásként vagy szövetkezetként működnek. Az Agrár Széchenyi hitelkártya egy közkedvelt új lehetőséget is kínál.
bevezetésre került a Jégkár 2 konstrukció. Ezt a hitelünket mindazon gazdálkodók igényelhetik, akik szerepelnek egy olyan település listán, amely tartalmazza azt, hogy az ő székhelyükön vagy telephelyükön jégkár történt, illetve gyümölcsössel rendelkeznek, és az egységes kérelmük alapján ezt bizonyítani tudják. Ennek alapján minden megkezdett hektár után 1 000 000 forintos támogatásban részesülnek, úgyhogy kamatkezelési támogatást is kapnak, tehát gyakorlatilag 0%-os költségen vehetik igénybe hitelünket. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jelentős agrárterület, így itt a folyószámlahitel mellett ez az egyik legkeresettebb hitelkonstrukció. De igényelhető forgóeszköz, beruházási, önerőkiegészítő és támogatást megelőző hitel is. Utóbbi kettő az Európai Uniós pályázati forrásokhoz kapcsolódik. Új műtőasztalt és műtőlámpát kapott a Józsa András Oktatókórház ortopédiai osztálya. Az eszközök értéke összesen 47 millió forint, ezt az Állami Egészségügyi Ellátóközpont a Viszmajor támogatási keretéből biztosította. A nyíregyházi ortopédiai osztály országos szinten is az egyik legjobbnak számít. A kiemelkedő szaktudást ezentúl a tárgyi feltételek is segítik, közölte az intézmény igazgatója. Amíg a napnyáron 100 000 lux erősségű fénnyel világít, a Józsa András Oktatókórház új lámpája 160 000 luxal. Az intézmény ortopédiai osztálya új eszközökkel gazdagodott. Ezt a műtőasztalt és műtőlámpát kapta az Állami Egészségügyi Ellátóközponttól, ami a Viszmajor támogatási keretből finanszírozta az eszközbeszerzést. A gyógyításban nagy segítséget jelent az eszközcsere. Nagyon elavult régi eszköznek a cseréjét jelentette, ahol hát nem tudtunk már olyan biztonsággal akár a műtéteket elvégezni, illetve új innovációt jelentő műtéti technikáknak a bevezetésére sem volt már az alkalmas. Ez az új eszköz, ez az új műtőasztal és műtőlámpa gyakorlatilag oktatási célból, és hát, hogy mondjam, új műtéti eljárásoknak a lehetőségét is magába hordozza. A régi eszközöket még az 1990-es években vásárolták, közölte az ortopédiai osztályvezető főorvosa. Dr. Farkas Csaba hozzátette, a piacon kapható eszközök közül ez az egyik legmodernebb modell, amit most a Józsa András Oktatókórház kapott. A tárgyi feltételek lehetővé teszik a műtétek könnyebb elvégzését, illetve új lehetőségeket is kínálnak. Többek között a válműtéteknél is használják majd. Az osztályon folyamatosan történik betegellátás, évente körülbelül 1400-1500 műtétet végzünk, ezeknek fele, vagy több mint a fele nagyizületi protézis műtét, úgyhogy ezeknek az elvégzéséhez mindenképpen szükséges volt már egy ilyen korszerű műtőasztalnak és lámpának a cseréjére. A nyíregyházi ortopédiai osztály országos szinten is kiemelkedő, ezt az is bizonyítja, hogy ebben az évben itt rendezték az ortopédiai szakmai kollégium 60. jubileumi évfordulójának kongresszusát. Közeleg a határidő, szeptember 15-ig kell ugyanis befizetni a 2017 második fél évére esedékes helyi adókat, így az iparűzési, az építmény, a telek és a gépjárműadót, de az esetleges késedelmi pótlékokat is eddig kell rendezni. A magánszemélyek az értesítővel kiküldött csekken, a vállalkozók pedig átutalással fizethetik be a számukra előírt összeget. Aki határidőn túltesz eleget kötelezettségének, annak késedelmi pótlékot számolnak fel, aki pedig nem fizeti be tartozását, azzal szemben végrehajtási eljárást is kezdeményezhet az adóhatóság. Újabb és újabb trükkökkel próbálkoznak a cigarettacsempészek. Például 2000 doboz cigarettát találtak a pénzügyőrök röntgen segítségével eperjeskénél egy tehervagonban. A csempészáru elrejtésekor a zárat levágták, majd visszaragasztották, hogy érintetlennek tűnjön. Egy másik esetben 3 kerékpáros férfinál találtak 25 000 forint értékű cigarettát, ugyancsak eperjeskén. A 29 doboz füstölni való a drótszamarag gumiabroncsában lapult. Akadt olyan is, aki 132 doboz cigarettát erősített a testére. A trükköző hölgy azt gondolta, hogy észrevétlen marad a ruházat alá rejtett 120 000 forint értékű csempészáru. A pénzügyőrök mindhárom esetben lefoglalták a csempészárut, és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tettek a NAV pénzügyi nyomozóinál. Zárt kis teherautó és személygépkocsi ütközött össze szerdán reggel Nyírtelken a Nyárfa utcában. A balesetben 2 sérültek meg. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a járműveket áramtalanították, majd megszüntették a forgalmi akadályt.
30 utcát újítanak fel Nyíregyházán közel 100 millió forintból, hogy melyeket, arról hamarosan, előtte azonban nézzük a híradó további témáit. Pénteken Székesfehérváron elkezdi bajnoki szereplését az NB1-es kisvárdai női kézilabda csapat. Máté Fieszter együtteséhez 9 új játékos érkezett a nyári szünetben. Mivel válogatott és válogatott szintű kézilabdázókról van szó, a kisvárda a mezőny első felében szeretné zárni a bajnokságot. Vereséggel kezdte a bajnokságot a nyíregyházi Teke klub együttese. Az NTK első szezonbeli szuperligás mérkőzésén a BKV előre otthonában kapott ki 6-2-re. A nyíregyháziak a következő fordulóban, a legutóbbi bajnokságban bronzérmes Répcelak otthonában lépnek dobóállásba. Harminc utcát újítanak fel Nyíregyházán. A nagyfelületű útjavítás közel 100 millió forint értékű helyreállítás jelent a megyeszékhely közútjain. A rehabilitáció többek között olyan kritikus, forgalmas szakaszokat is érint, mint a Bújtos vagy a Géza utca. Egy közel 600 négyzetméteres parkolóban 63 tonna aszfalt felhasználásával folytatódtak a felújítások a Szabadság téren. Az építési munkálat egy megközelítőleg 100 millió forintos beruházás részét képezi, amelynek keretében több útszakaszt és parkolót újítanak fel Nyíregyházán. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Közel 30 utcában, közel 17 ezer négyzetméter felületen végzi el a tartós nagyfelületű útjavítást. Ezen útjavítások a város összes városrészét majdnem érintik, például Oroson, Kertvárosban, Hímesben, Sóstóhegyen, itt a belvárosban, ahol állunk éppen. A felújításra szoruló útfelületeket részben lakossági bejelentések, részben a Nyírvévé munkatársainak ellenőrzései alapján állították össze. Ezek közül néhány szakaszon teljes javítást végeznek, így a Géza, a Levél, a Kétház és a Vadász utcán. Máshol csak részben, de nagy felületen kerül sor a rehabilitációra, mint a Lilium, a Kertész vagy a Tompa Mihály utcán. Ahol szükséges, a fejlesztés során szintbe emelik az aknákat is. A következő időszakban a Bújtos utcán fognak aszfaltozni a szakemberek. A munkálatok az időjárástól függően előreláthatóan 2017. október 18-áig tartanak. Az igazságszolgáltatásban dolgozók és a görögkatolikus papok labdarúgó csapata csap össze pénteken délután. A két válogatott immáron 7. alkalommal vív mérkőzést, ezúttal Csengerben, a nemrég felújított sportkomplexum pályáján. A mostani összecsapás különlegessége, hogy a görögkatolikus csapatban idén először felvidéki, kárpátaljai és párciumi papok is pályára lépnek. A minden ősszel megrendezett találkozó nem csak a sportról szól, hanem a társadalmi összefogás erősítését is szolgálja. A társadalmi felelősségvállalás, a nyitottság, illetve a megye lakosságával, a megye egyéb szervezeteivel való kapcsolatteremtés, kapcsolattartás egyében minden évben a jogászegylet, a jogászok futballcsapata vív egy barátságos mérkőzést, az egyház, elsősorban a görögkatolikus egyház, de az egyházaknak a képviselőivel. Pénteken Székesfehérváron elkezdi bajnoki szereplését az NB1-es kisvárdai női kézilabda csapat. Máté Fieszter együtteséhez 9 új játékos érkezett a nyári szünetben. Mivel válogatott és válogatott szintű kézilabdázókról van szó, a kisvárda a mezőny első felében szeretné zárni a bajnokságot. Már elkezdődött a bajnokság a női kézilabda NB1-ben, azonban a kisvárda ellenfele, a Vác nemzetközi kupameccset játszott, így a várdaiak csak pénteken lépnek először tét meccsen pályára ebben a szezonban. Mégpedig a legutóbbihoz képest alaposan átalakított csapattal, mivel 9 új játékos érkezett a Máté Fieszter által irányított együtteshez. Balog Judit, Élő Beatrix, Maria Garbuz, Tamara Georgiev, Katona Flóra, Veszta Milanovic Litre, Marincsák Nikolett, Triffa Ágnes és Tricsuk Krisztina azzal a célra szerződött kisvárdára, hogy a tavalyinál jobb szereplése segítse új klubját az élvonalban. A szakmai igazgató szeretné, ha a csapat játéka is javulna az előző szezonhoz képest. A nagyon kemény védekezést szeretem, tehát a határozott kemény védekezést, ebben hatos falat is szoktunk védekezni, meg egy nyitottabb 3-2-1-es védekezést, ami elég kellemetlen tud lenni, amennyiben a lányok
küzdik és jól teszik a dolgukat, ebből pedig természetesen gyors lerohanásokat, gyors indítás gólokat, ezek a legkönnyebb gólok, és felállt Fellern azért szeretném, hogyha sokkal dinamikusabban tudnánk támadni, mint tavaly tettük ezt, alkalmasak rá a játékosaink, tehát ebben az irányban készülünk. A csapatkapitány Szabó Valéria szerint a pályán és azon kívül is egyre inkább összekovácsolódik az együttes. Egy nagyon nehéz felkészülés után már nagyon várjuk, főleg így, hogy egy hét csúszással kezdődik nekünk. Úgy érzem, jól sikerült a felkészülés, nehéz volt, de összekovácsolódott a csapat. Reméljük ez majd a meccsen is látszani fog. A csapat válogatott kapusa Triff Ágnes abban bízik, hogy a Kisvárda sok ellenfél számára okoz majd meglepetést a bajnokságban. Nagyon remélem, hogy mi egy meglepetés csapat leszünk. Nagyon jó játékosaink vannak, karakterek, és tényleg ennek idő kell, hogy összeérjen, de úgy gondolom, hogyha mi tényleg jól fog alakulni a sorsunk, és a munkát azt belerakjuk ugye itt a pályán, meg az edzőterembe, meg az bele is volt már rakva nyáron is. Én nagyon remélem, hogy mi egy meglepetés csapat leszünk, és minél előrébb fogunk végezni. Nem szeretnék helyezést mondani, mert nem láttam még az összes csapatot, hogy most tényleg ki milyen erőt képvisel, de úgy gondolom, hogyha mi a saját játékunkat fogjuk tudni játszani, akkor elég jó helyen fogunk tudni végezni a év végén. A Kisvárda pénteken az Albafehérvár otthonában kezdi a szezont. A székesfehérváriak a nyitófordulóban 32-18-as vereséget szenvedtek a Ferencváros vendégeként. Vereséggel kezdte a bajnokságot a nyíregyházi Teke klub együttese. Az NTK első szezonbeli szuperligás mérkőzésén a BKV előre otthonában kapott ki 6-2-re. A nyíregyháziak a következő fordulóban a legutóbbi bajnokságban bronzérmes Répcelak otthonában lépnek dobóállásba. Mivel az első fordulóban a Kaposvár kérésére elhalasztotta meccsét az NTK, a második körben annak a BKV előrének az otthonában kezdték a szezont a nyíregyházi tekézők, ahol már többször is termett babér számukra. Ezúttal is a pontszerzés volt a cél, a sérült Szovenszky Tibor továbbra is nélkülöző vendégek bíztak abban, hogy sikerélménnyel indítják a bajnokságot. Rögtön az első sorban, mivel hatsávos pályáról veszünk, hárman mentünk fel a pályára, Magyarorsi Péter, a Szlovenszky Attila, illetve jó magam. A feladat az volt, hogy a Beti is megszerezze a pontot, illetve én is, és a Szlovenszky Attilának megtartania kellett a hazaiak egyik legjobb játékosával a lépést már amennyire tudta. Sajnos az Attilát fél idő után cseréltük, még azt lehet mondani időben, a hetei Alex lépett dobóállásba, míg a Magyarorsi Péter az első szett után sok fát kapott, és mégis vissza tudta tornázni magát, azon az utolsó néhány dobását elrontotta, és 5 fával alul maradt az ellenfelével szemben, míg nekem magabiztosan sikerült a csapatpontot megszereznem. Akkor már érezni lehetett, hogy nem lesz könnyű mérkőzés. 2-1-re a hazaiak vezettek, és csupán 10 fa előnyük volt, tehát abszolút minden lehetséges benne volt ebbe a forgatókönyvbe, a mostani mérkőzésbe. A bravúr végül elmaradt, a 3372 fáig jutó nyíregyháziak végül 6-2-es vereséget szenvedtek a 45 fával többet dobó hazaiaktól. A Szegő Leventének, a Kastura Zsoltának, illetve a Kedvezsőnek az volt a feladata, hogy legalább 2 játékosunk pontot szerezzen, és a csapatfát magunk javára fordítsuk. Ennek megfelelően a Szegő Levente végig jól tartotta magát, és az utolsó szedjében nagyot hajrázva megszerezte a csapatpontot, mi a Kastura Zsolt tartotta a lépést a jobb ellenfelével szemben. Azonban a Hakkerdező 90 dobásig maga biztosan vezetett. Úgy nézett ki az utolsó 30 dobásnál, ahol 1 fa volt a hátrányunk, hogy akár a mi javunkra is eldőlhet ez a mérkőzés, de akár a 4-4-es döntetlen is könnyedén meg lehet. De a Dezsőnek nem úgy sikerült a tarolása, az utolsó 15 dobása, hogy azt szerettük volna, és így fordulhatott elő, hogy a hazaiak elvitték előlünk a 2 pontot. A nyíregyháziak a hétvégén a legutóbbi bajnokságban bronzérmes, a szezont 2 győzelemmel indító Répcelak otthonában lépnek dobóállásba. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Szeptember 15-ig kell teljesíteni a befizetéseket a kárenyhítési alapba ebben az évben. Azok a gazdák, akik ezt nem teljesítik, nem részesülhetnek majd kárenyhítésben, bármilyen mértékű is a veszteségük. A pénzügyi alap folyamatosan növekedett az elmúlt években, jelenleg mintegy 25 milliárd forintot tartalmaz. 100 millió forintra emelik a felvehető maximális hitelkeretet a Széchenyi Kártya program valamennyi hiteltípusában.
Az idén 15 éves programot a hazai mikro- és kisvállalati ügyfélkör finanszírozási nehézségeinek megoldására vezették be. Az államilag támogatott kedvezményes feltételrendszerű tárgyi biztosíték nélküli folyószámlahitelből az indulás óta összesen közel 2000 milliárd forint hitelösszeg került kihelyezésre. Új műtőasztalt és műtőlámpát kapott a József András oktatókórház ortopédiai osztálya. Az eszközök értéke összesen 47 millió forint, ezt az Állami Egészségügyi Ellátóközpont a Viszmajor támogatási keretéből biztosította. A nyíregyházi ortopédiai osztály országos szinten is az egyik legjobbnak számít. A kiemelkedő szaktudást ezentúl a tárgyi feltételek is segítik, közölt az intézmény igazgatója. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták szeptember 13-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is napos, a mainál kissé melegebb időre számíthatunk. Csütörtökön napközben délnyugati áramlással, még száraz, pár fokkal melegebb levegő érkezik a Kárpát-medence térségébe, majd este hideg front éri el az ország északnyugati területeit. Az éjszaka első felében átmenetileg erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet, csapadék nem valószínű. A délnyugati szelet időnként élénk lökések kísérik. Reggelre általában 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Kisebb esőre, záporra csak estétől lehet számítani. A délnyugati szél sokfelé megerősödik. Délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap melegfronti hatás várható térségünkben. A következő napokban változékony időre számíthatunk. A hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett több alkalommal fordulhat elő eső, zápor, a hétvégén zivatarok is lehetnek. Péntekre a hidegfront hatására ismét több fokkal lehűl a levegő, majd szombaton átmenetileg melegebb levegő áramlik fölénk. Vasárnaptól újra hűvösebb, az évszaknak megfelelő időre számíthatunk.